Én is Pécset diplomáztam, azért választottam a Pécsi Tudományegyetem művészeti karát, mert én azt gondolom, hogy az a fajta családias légkör, a tanárok, a hangulat, a csodálatos infrastruktúra, a Kodály Központ mind-mind olyan környezetet és olyan lehetőségeket adnak, amelyek szerintem mindenki számára hasznosak, motiválóak, és azt gondolom, hogy ez rengeteget számít egy egyetemista életében, ha nem ez a legfontosabb. Hogy egy művész, egy fiatal egyetemista életében folyamatos legyen a fejlődés, hogy mindig úgy érezze, hogy a többiek húzóerőként hatnak rá, hogy a tanárok nem csak szakmai tudást, hanem emberi hozzáállást, szakmai hozzáállást is képviselnek, mutatnak a növendékeknek, és én azt gondolom, hogy itt ez minden tekintetben a legmagasabb szinten van. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy a Kodály Központban diplomázhattam. Egyrészt a kamaraprodukció és a Schubert Bonós Ötös egy hihetetlen mű, és egy olyan esztétikai élmény volt együtt játszani részben Várda Istvánnal, Bársony Péterrel, Bogányi Tiborral, aki ugye a Pannon filharmonikusoknak a vezető karmestere, illetve Bánfalvi Zoli barátommal, aki szintén tanít az egyetemen. Tehát ez egy hihetetlen ösztönző és jó emlékű produkció, illetve hát az, hogy a Kodály Központban diplomázhattam, talán Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb koncerttermében, ez önmagában is egy kivételes dolog az életemben.